Második NB2-es szezonja előtt áll a Kisvárda Mastergood, amely szemben a két évvel ezelőtti helyzettel nem az NB3-ban bajnoki címet szerző együttesre épített, hanem alaposan átalakította a játékos keretét. A csütörtök esti szurkolói ankéton nem kevesebb, mint 18 új játékos mutattak be a drukkereknek. Néhány fiatal mellett több jelentős élvonalbeli múltra rendelkező futballista is Várdai mezben játszik majd a 2015-2016-os bajnokságban. Én úgy érzem, hogy a nyáron megfelelően dolgoztunk, és a terveknek megfelelő keretet alakítottuk ki. A célkitűzésünk között ugye korábban megfogalmoztuk, hogy a 7. és a 11. hely közötti pozíciók közül kell valamiket megszereznünk. Én azt gondolom, hogy ez a keret az alkalmas lesz rá. Nagyon fontos, hogy az MLS előírásainak megfeleljünk, mégpedig abban a tekintetben, hogy 3 fiatal játékosnak a kezdetektől a pályán kell lennie. Ez a fiatal játékos, ez a 95 után születettiekre vonatkozik, és ennek ismeretében igazoltunk több olyan fiatal, tehetséges játékost, akik nagyon nagy feladat hárul majd a következő szezonban. Ők melléjük pedig természetesen szükség van a rutinra. Többek között a Rajzi Petit is azért hoztuk, mert ő már azt a szintet képvisel, ugye. És hát nagyon sok olyan játékos érkezett, akik középkorúaknak számítanak. Velük hosszabb távra tervezünk, és bízom benne, hogy egy olyan gerinc fog kialakulni, amely hosszú távon lerakja a masszív NB2-es szereplés lehetőségét Kisvárdának. A 11-szeres válogatott legutóbb Kaposváron szereplő Rajci Péter reményei szerint új csapata meghatározó szerepet játszik majd a bajnokságban. Én egy kiegyenlített bajnokságot várok, én úgy gondolom, hogy Irmóc azért ki fog emelkedni a mezőnyből. Utána nagyon nagy kérdés, hogy ki lesz az a második, harmadik, negyedik, ötödik csapat, aki odaérhet ezekre a helyezésekre. Bízom benne titkon, hogy annyira összeáll ez a csapat, annyira egységes lesz, hogy igazolják a nevek a tudást, ami mögöttük van, és oda tudunk érni ezekre a helyekre valamikor. Sós Imre vezetőedző elmondta, hogy a tervezett munkát elvégezték, azonban a sok új játékos miatt időre van szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Én teljes mértékben nyugalommal várom a rajtot, nem csak azért, mert egy olyan csapat érkezik hozzánk, akivel úgy gondolom, hogy hazai pályán mindenféleképpen nyerni kell, hanem tényleg a csapat elvégezte azt a munkát, amit én úgy gondoltam, hogy el kell végezni. Az biztos, hogy a felkészülés során látszott az edzőmérkőzések alkalmával, hogy a csapat kondicionálisan jó állapotban van. Nyilván a csapattá válás az még egy kicsit hiányzik, hiszen nagyon sok játékost igazoltunk nagyon sok helyről, de hát azt majd az idő fogja csak hozni. A Kisvárda Mastergood Csákvár találkozó szombaton 17 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a mérkőzést vasárnap 21 órától láthatják a Kölcsey televízió nézői. A további párosítás Siófok-Dunaújváros, Budaörs-Balmazújváros, Sziget-Szentmiklós-Zalaegerszeg, Ajka-Sopron, Soroksár-Szolnok, Szeged-Gyirmút és Mezőkövesd-Vác.